Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. De most van egy akció Valentin napig, amikor kapsz egy szerelmi jóslást asztrológiával, vagy mediális üzenettel, vagy gyertya mágiával 6000 forintért jóslásonként. És most szeretnék valamit mondani, hogy mi történik ezen a napon, amikor a videó megjelenik, mégpedig február 12-én. A védikus asztrológia szerint Mars bolygó és Vénusz bolygó mindkettő a bak jegyében van. Itt van közeledés, itt lesz kapcsolat, itt lesznek célok, elismerések. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a halak jegyéből hat, és besugározza Vénusz bolygót, besugározza Mars bolygót. Ez egy jó kapcsolat, és itt érzelmekről van szó, álmokról, vágyakról, elképzelésekről, és természetesen Mars-Vénusz által a párkapcsolatról. Itt most megvan a lehetőség arra, hogy egy álom megvalósuljon. Neptun bolygó besugározza február 12-én Vénusz bolygót, itt szerelemről van szó, itt is álmokról, meg elképzelésekről, és ez most manifestálódik, tehát egy álom megvalósulhat, jelenleg különösen, ha szerelemről van szó. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata, az ő terve, az itt felül látható. Itt a hajó jelenti a reményt. Ő reménykedik abban, hogy te írsz neki, vagy válaszolsz neki. Ez a hajó lehet egy utazás is, egy külföldi kapcsolat. Lehet, hogy ő vár egy hírt, egy levelet külföldről, de ez a levél lehet egy szerződés is. Az is előfordulhat, hogy ő azt tervezi, hogy külföldön dolgozzon, és kapjon egy szerződést, egy munkahelyi szerződést, vagy egy adásvételi szerződést, vagy egy bérleti szerződést. Ez a levél lehet egy meghívás is. Amennyiben ő külföldön él, az lehet, hogy most meghív téged. Vagy meghív téged, hogy együtt majd elutazzatok valahová. Amit ez az utazás még jelenthet, egy belső út, egy lelki kapcsolat, vagy egy spirituális terület, és akkor a munkáról, a hivatásról van szó. Most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható a horgony, és az azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol ő le tud horgonyozni. A horgony gyakran jelenti a munkát, a hivatást is, és akkor ez a torony lehet egy hivatal, vagy egy nagyobb cég, ahol ő dolgozik. Az is lehet, hogy ki akar építeni valamit, meg akar nagyobbítani valamit. Ami a párkapcsolatot illeti, szüksége van a biztonság érzetére, ahol le tud horgonyozni,
de fogva érzi magát a toronyban, mert vannak félelmek, vagy bizonytalanságok. Ez a torony akkor olyan, mint egy labirintus, és keres egy kiutat, keres egy megoldást. És megnézzük azt, hogy lesz-e megoldás, hiszen a következő kártyák azt jelentik, hogyan közeledik hozzád. Itt a nap jelenti a valóságot, tehát megbízhatsz a szavaiban. Amit a nap még jelent, a kisugárzás, a vonzalom kettőtök között, vagy a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, mert ő szeretne találkozni veled. És itt a kereszt jelenti a hitet, vagy egy találkozást, amikor az utatok itt kereszteződik. Ez a kereszt lehet egy döntés is részéről, vagy részetről, vagy mindketten döntéseket hoztok, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és majd elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Erre utal a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt a rovás írásról van szó, és megjelenik a P betű. Most elgondolkodhatsz azon, sőt, leírhatod a kommentárba is, hogy mit jelent számodra a P betű. Ez lehet valakinek a neve, mint például Paula, vagy Péter, vagy Pityu, de lehet egy helység is, nekem Pilisvörösvár jutott hirtelen eszembe. Lehet ez a P betű egy fogalom is, mint például pont. Hogy most pontot kell tenni valamire, befejezni, vagy pont most jön majd valami új, egy hír például. Ez a rovás írás, ez hasonló, mint a germánoknál a rúna. Itt mutatom is ezt a rúnát. Itt ugyan nem azonos, mert itt három vonal van, itt pedig kettő, de mégis azért hasonló. Ha én megnézem itt ezt a szimbólumot, én ezt úgy magyaráznám el, hogy ez az egyenes vonal jelenti az élet utadat. És itt jönnek külső befolyások, mégpedig három lehetőség, vagy három személy, vagy három találkozás. De ez kívülről jön. Valaki közeledik hozzád, vagy kapsz egy ajánlatot, döntéseket kell hozni. Itt ezen a képen ez a rúna szimbólum hasonló, mint itt ez a szimbólum, és jelenti Odin száját. És ez szimbolizálja a beszélgetéseket és a kommunikációt. Itt is láthatóak a kapcsolatok, és ez tényleg lehet egy komoly beszélgetés a munkát illetően, vagy a családban, vagy beszélgetsz a pároddal. Én nagyon örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett ez a videó, akkor lájkeld, vagy jelöld fel magad a csatornámra, ennek is nagyon örülnék, köszönöm szépen. És meglátogathatsz a Facebook oldalamon, ebből kettő van, az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!